Eperjesi megy mögötte, Nono visszapattan hozzá, az úgy már lövőhelyzet. Könnyedén fogja Dombó. Ezt vestik, és végül kapura rúgja, de hát ezt nem így gondolta a érzésem szerint. Arra várt, hogy valaki esetleg hozzá tud még érni. Vela közben távolról megpróbálja, mellé. Veselinovics csúsztat nagyszerűen, Paujevics teszi le, Streszcsik indulhat el, Molnár a bal oldalon, jön is a labda, Molnár Eperjesivel szemben, Molnár lő, mellé. Hegerszegi, kidobja a szélre, Farkas, Farkas jó csellel indul, lassan lövőhelyzet, Farkas ballal, na ez már veszélyes volt, közelített a kapu felé legalábbis. Streszcsik, Farkas tolná meg, ez is szabálytalan. És megint Ugrai Roland volt. Ajaj, érkezik a sárga lap. Ugrai pillanatokon belül kiállítatja magát. Második sárgával. Nyújtott lábbal, és ez teljesen jogos ez a sárga lap, azt kell, hogy mondjam. Így nem lehet oda menni a labdáért. Marek Streszcsik a labda mögött, a 37. percben. Kapu felé, és megvan a vezetés a mezőkövesnek. Az újonnan igazolt Balogh Béla fejjel a kapuba. Marek Streszcsik kitűnő beadását követően. A Gyirmóttól érkezett Balogh Béla, és rögtön gólt szerez új csapatában. Nagyszerű fejes a rövid sarokba. Farkas indul el a jobb oldalon közben, majd ott hagyja Paujevicsnak nagyszerűen. Veselinovics, Paujevics, Paujevics még. Most a beadás, és valahogy sikerül Liptáknak menteni. Veselinovics már érkezett. Jagodinskis dobja ki balra közben, Nemes. Jön a beadás, Hudák fejeli ki, nem jó helyre, ott a lövés, becsúszott. Nézzük a Diós Győriek szögletét közben, nagyon veszélyes, és a gólvonalról gyakorlatilag egy Diós Győri játékos lábáról jött ki a labda, ez pedig már fogja Dombó. Hát ez nagyon érdekes kis történet volt itt. Nézzük. Busai vágja ki a gólvonalról, pedig abból gól lehetett volna, ha nem ér hozzá. Molnár fordulhat. De ahogy egyre inkább nyom a Diós Győr, annál izgalmasabb lesz a meccs. Főleg így. 4-3-ban mehet a mezőköves. Molnár. Jó a továbbítás. Bacsevics Grigics. 2-0. Egy gyönyörű kontrát végigvitt a mezőkövesd, és az újonnan beállt Bacsevics Grigics góljával növeli előnyét. Nagyszerű volt az indítás egyébként, és gyönyörűen lövi ki a hosszú sarkot. Itt Molnárt is dicsérni kell a jó ütemű passzért. Az egy személyes sorfal Molnár vele szemben, ez viszont nem volt rossz. Jagodinskis fejelt. Négy mezőkövesdi. Négy Diós Győrivel szemben. Molnár át a túloldalra. Veselinovics jól teszi tovább. Egy lövés Egerszegitől fölé. És mellé is talán. De megint villám gyorsan. 2-3 húzásból odaért az ellenfél kapuja elé a mezőkövesd. Streszcsik. Jön a beadás. Veselinovics fejel és Antal védi ki, és nem volt les. Hát ez is nagy lehetőség volt. Na de nézzük ezt az iménti helyzetet. Remek beadás, és kibújik Veselinovics. Streszcsik. Molnár kérné, Streszcsik szép csellel. Most jön az ívelés, Molnár érkezik, és megelőzi a kapust. 3-0. Kétszer is mutatta Molnár, hogy hová kéri a labdát. Streszcsik másodszorra odarúgta neki. Itt van, gyönyörűen bújt ki Molnár egyébként, és az ívelés is tökéletes. Antal is bizonytalan volt, egymásra vártak a védővel. Egerszegi Veselinovics felé, és Veselinovicshoz el is jut a labda. Jön mellette Marek Streszcsik, Veselinovics viszi el nagyon okosan az üres területre. Már nézi, hogy hol van Streszcsik, Veselinovics lő mellé. Ezt most előnzőzte, pedig már felzárkóztak a társak megint ehhez a támadáshoz is. Fülöp a labda mögött, a távolság pedig lehet olyan 23-24 méter. Fülöp jó is az, Dombó véd.
egészen pontatlan Egerszegi. Kicsit féltette a lábát, Szeles nem annyira. Elcsúszik megint a labda, és Veselinovics mehet zicserben. Veselinovics a passz mellé. Megpróbált elgurítani Antal mellett. Hát ő is góllal debütálhatott volna, mint ugyanan igazolt játékos.